A születésnapi póló megáldatása. Az első New York-i út alkalmával történt ez az eset is. Guru születésnapjára mindig nagyon szép ünnepi pólók készültek, amiket meg lehetett áldatni. Ez azt jelentette, hogy Guru rátette a kezét a pólóra, ami aztán hosszú ideig hordozta Guru áldását. Feleségemmel mi is beszereztük a pólót, és vártuk, hogy Guru majd megáldja, de erre nem jelöltek ki konkrét időpontot. Aztán egy alkalommal bemondták, hogy most fogja Guru megáldani a pólókat, viszont a póló nem volt nálam. Valahogy úgy esett, hogy távolabb laktam a pályától, rohantam a pólóért, és mikor visszaértem, azt láttam, hogy a külső nagy rácsos kapu már be volt zárva. A feleségemet és több más tanítványt láttam kívül, de már hazafelé ment a többség. Na, mondtam magamban, akkor ennyit a póló áldatásról, elkéstem. A feleségem integetett, hogy menjek még be. Ezt nem teljesen értettem, mivel a nagy kapu zárva volt, és egy gárd, vagyis őr állt előtte. De mivel a feleségem csak erősködött, hogy menjek, hát elindultam a kapu felé, mire a gárd kinyitotta azt előttem. A dolog jól néz ki, mondtam magamnak. Nincs veszve az ügy, és akkor már elkezdtem rohanni, hogy beálljak a sor végére, gondoltam, Guru még áldja a pólókat. Ahogy a sövények közötti kis bejárathoz értem, ahol már ráláttam a pályára, azt láttam, hogy Guru egy kis asztalnál egymaga ült. Sor sehol, más tanítvány sehol, pólóáldás sehol. Ott a kis kapunál meg is torpantam, nem értettem a helyzetet. Guru nem sokat engedett ott állni, mert kedvesen oda kiabált, hogy come, come, vagyis gyere, gyere. Hát ezt nem kellett kétszer mondani, oda rohantam a pólóval, Guru elé tartottam, aki szeretettelien rátette a kezét, megáldva azt. Majd kimentem. Ezek után Guru is felállt, és távozott. Egyszerűen nem hittem el. Guru megvárt. Csak azért, hogy megáldathassam a születésnapi pólót. Mintha más egyéb fontosabb dolga nem akadt volna, mint rám várni. Guru szeretetét és törődését nem lehetett felmérni.